Kívánkozik a folyóvizekhez, úgy kívánkozik az én lelkem te hozzád, Istenem. Könyörülj rajtam és hallgass meg engem. Ne rejtsd el orcádat előlem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényekben. Mi
Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. És úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És utat nyitottál nekünk az örökké valóságba. Add nekünk szent lelkedet, hogy feltámadjunk a lelki halálból, s elnyerjük az örök életet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Úgy, amint azt megírva találjuk a Márk szerinti evangéliumban, a 16. fejezetben, az első 8 versben, a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírboltból, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják a húsvéti örömüzenetet a szívükben. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban,
aki fogantatott Szent Élettől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászárt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet húsvét ünnepére ige hirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igéket, amint megírva találjuk Sámuel első könyvének második fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Akkor így imádkozott Anna: örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajta kívül senki sincsen.
Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat nekik. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget, híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje, összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Menny dörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Micsoda diszonancia! Az evangélium végén azt hallottuk, hogy a sír, az üres sír láttán és az angyali üzenet kapcsán az asszonyok, akik már eleve nagy gonddal és szomorúsággal közeledtek a sírhoz, most úgy érzik, hogy még inkább nő bennük a félelem és az aggodalom, a kétség, pedig hallják, hogy nincs miért itt keresni azt, aki él. Pedig hát ők tényként közlik, ide temettük, ide helyeztük, itt zártuk le a sírt, de nincs itt. Mi történik itt? Ez elképesztő. Csak nem valami sírlabdók jöttek és vitték el a szentet, a drágát, a hozzátartozónkat a sírból. Félelem és remegés és döbbenet lesz úrrá rajtuk. Mintha ezt mondanák, ahogy a ma embere mondaná, ilyen nincs, ez nem létezik. Ez nem történhet meg. A tapasztalat egész másról beszél. A valóság egész másról érint meg. Arról, ahogyan látjuk szomorúan és megrendült szívvel, ahogy emberi életek egyik pillanatról a másikra erejüket vesztik, és aztán egyszer csak minden számítás és elképzelés dacára, vagy gondolatok, tervek, szándékok ellenére egyik pillanatról a másikra befejezik a földi életet. Mi ez? A halál megint győz, a halál megint elrabol valaki. És ebben a helyzetben és a körülmények között bizony félelem és remegés tölti el az ember szívét. De most még ennek az örömhírnek a hallatán is? Igen, testvéreim, mert valami olyan történik, amit egyikünk sem képzelt el, amit egyikünk sem tervezett meg. Amikor Jézus előre bejelenti, mi történik vele, és amikor Péter kijelenti, hogy ez mentsen Isten Uram, ez veled nem történhet meg, Péter minthogyha elfeledkezne arról is, hogy Jézus azt is bejelenti, de harmadnapon feltámadok. Hát az sem történhet meg veled, Uram. Ilyen nincs, hát nem létezik. Nem is tudja, mit mond Péter. Nem is éri fel ésszel, mint ahogy mi sem. És ezért aztán olyan csodálatos dolog történik, most egy Krisztus előtt 1000 évvel előtte megszületett hálaéneket ad elénk az Úr. Annának az énekét, egy anyának az életét, egy egyszerű asszonynak az életét, aki oly sok imádságos éjszakát és nappalt töltött már el, azért, mert könyörgött, hogy az Úr ajándékozza meg őt élettel, egy gyermekkel. És aki megáldotta őt, mert megtapasztalta, hogy az Isten imádságot meghallgató Úr, annak zeng az éneke, és hálát ad az Úrnak. És most az evangélium végén hangzó üzenettel szemben ezt az üzenetet halljuk, örvendez szívem az Úrban.
örvendez. Húsvéti öröm lehet a szívemben. Húsvéti öröm töltheti be a szívemet. Akkor, ha a szívem az Úrban örvendezi. Hogyha valóban a vele való élő közösségben van már a szívem, az életem, nem csak az ünnepem néhány órája, hanem az egész életem. Élő kapcsolatban és közösségben, ővel az élő Úrral. Mert itt kimondhatjuk, az Úr az Isten, a mindenható, és az ő egyszülött fia, a feltámadott, az élő, aki értem is eljött, és értem is feltámadott, és értem is, és érted is mindannyiunkért győzelmet aratott. Ezért boldog örömmel zenghet a hála ének. És az ének sok-sok félelmet és aggodalmat képes elűzni. Aki ezt gyakorolja, tudja. Amikor oly nehéz szabadulni szorongásoktól, félelmektől, aggodalmaktól, kétségektől, nem véletlenül mondja Péter apostol, mondjatok egymásnak zsoltárokat, énekeljetek lelki énekeket, magasztaljátok és dicsérjétek az Urat, és szabadul a szívetek a félelemtől és az aggodalomtól. Felszabadul a sátán szorongató hatalma alól, a kétségek alól, a téblábolás alól, és az alól az teljes kétség alól, hogy hát a szép-szép, hogy amit Jézus tanít, de hogy feltámadás lesz, és örök élet. Ugyan kérem, hát ezt nekem nem mondja senki. És soroljuk, hogy mit éltünk át, és mit tapasztaltunk. De az Úr a szíved megnyithatja. Az Úr a lelkedet örömre indíthatja, hálaadó szóra. Mert hogyha őt megszólítod, át fogod élni a jelenlétét az életedben, testvérem. Át fogod élni. Megtapasztalássá lesz. És át fogod élni azt, hogy az Úr ott kísér a mindennapokban. És az Úr az ő drága szavával és világosságával a te életedet vezeti. Csak engedned kell, hogy vezesse. Le kell tudni borulni. Úgy, ahogy Annától megtanulhatjuk, az álhatatos könyörgés és imádság, leborulás, drága lehetőségével való élés. És ő nem hagyta el. De amikor az Úr megadta, akkor a hálaadásról sem feledkezett meg. Hányszor van úgy, hogy ott vagyunk az Úristen előtt, bajban, nyomorúságban, terhek között, és akkor önkéntelenül is feltör felé a kérésünk. És amikor az Úr megadta, amit kértünk, akkor azt olyan természetesnek vettük, és a hálaadás már el is maradt. És már nem szól a hála ének. Már megfeledkeztünk arról, hogy felállított a beteg ágyról. Már megfeledkeztünk arról, hogy vigasztalást kaptunk, hogy útmutatást kaptunk, hogy erőt kaptunk. Testvérem, az élő Úr Jézus Krisztussal való találkozás mindig ezzel a boldog hálával tölti el a szívedet. És nem győzöl eleget hálát adni az Istennek, megtartó irgalmáért és kegyelméért, mert felfedezted, hogy ő az élet ura. Annának a kérését meghallgatta, és adta néki Sámuelt, az Úrtól ajándékozott, az Úrtól kapott gyermeket. De nekünk, Krisztusban, az Úristen nem csak a földi életet adta, és adta gyermekeinket, ha adta. Adta unokáinkat, adta szeretteinket, testvéreinket. De az Úr Jézus Krisztusban, a feltámadottban örök életet adott az Úr. Örök élettel ajándékozott meg. Üdvösséggel és békességgel. Hiszed ezt? Hiszed, hogy az Úrban kaptad az életedet, és ezért felelősséggel tartozol, és hálával az életedért, testvérem. Az életed nem a tied, hanem az Istené. Számolsz ezzel? És azzal számolsz, hogy ezzel az élettel előtte kell majd számot adni? És előtte kell majd oda tárni, nem mintha most már nem tudná, hiszen itt olvassuk, minden tudó az Isten, mindennek ismerője és tudója. Nincs előtte titok. De hiszed azt, hogy az Úrnak élete Krisztusban lehet benned, és megtörténhet az a csoda,
amit Pál apostol a Galata levélben így fogalmaz meg. Élek többé pedig már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Bennem. Nem kívül valahol tőlem, bennem. Hogyha elfogadom a bűnbocsánatát, a kegyelmét, az irgalmát, a hatalmát, a vezetését, a szeretetét, aki oly csodákat tud tenni, hogy szabadító úrként van jelen az életemben. És ha húsvétkor valamiért imádkozhatsz, akkor azért könyörögsz különösképpen is, hogy Uram, szabadíts fel a húsvéti hitre! Szabadíts fel az örök életben való reménységre. Szabadíts fel, hogy ne csak azt lássam, amit testi szemmel beláthatok. Ne csak a korlátaimig láthassak, hanem a hit által reád nézve már tovább. Túl síron és gyászon és éjjelen. Túl, mert te élsz és velem vagy, és a te drága országod vár. Hiszed ezt? Igen, ezért imádkozhatunk, álhatatosan és kérhetjük, Uram, szabadíts fel erre a reménységre, erre a bizalomra, erre a hitre, erre az örömre, hogy megszabadított gyermeked lehessek, hogy téged követhesselek, hogy tényleg a te utadon örömmel menjek, és a húsvéti öröm határozza meg az életemet. Ez nem azt fogja jelenteni, hogy elkerül a szenvedés, a baj, a nyomorúság, a betegség, hogy nem leselkedik a halál lépten nyomon rám, de ez mind jön, elkerülhetetlenül. De már nem vagy egyedül ezen az úton, hanem veled megy a feltámadott. És az ő szeretete, irgalma és könyörülete vezet, ha engeded. És ő a hatalmas, aki képes megtenni azt, amit megint csak nem tudunk elképzelni, és sokszor megfeledkezünk róla, hogy ő a történelem ura, és az ő kezében van az, hogy a hősök íját képes összetörni, az elesetteket újra megerősíteni és felemelni. A jól lakottak, akik most bőségben élők, azt mondja az Úr, elszegődnek majd kenyérért, szinte az van benne, vigyázz, el ne bízd magad, ne légy gőgös és magabiztos, mert ha ma ezen az ünnepen dúsan megteríteted az asztalodat, lehet, hogy egy év múlva ez már nem fog megadatni. És lehet, hogy az életedben majd te, aki bőségben élő emberként vagy ott, és ezt olyan magától értetődőnek és természetesnek veszed, nehogy oda juss, hogy koldulnod kelljen a kenyérért. Könnyen előfordulhat. És akkor, amikor azt mondja, de a szegény, az éhező felemeli az Úr, és a szegény teszi gazdaggá, és megalázza azt, aki gőgös és magabiztos és büszke. Fölemeli a porból a szűkölködőt, kiemeli a szemétből a szegényt. De hogyan? Testvéreim, az Úr egymásra bíz bennünket. És ha ma van bőségünk, ma van mit oda tennünk az asztalunkra, és ha mindennapi kenyér fogalmában benne lehet mindaz, amire az földi életünknek szüksége van, de sokszor úgy van benne, hogy közben a lelki kenyér teljesen a feledésbe merül. Mint hogy arra nem is lenne szükség. Csak egyszer azt érzem, hogy hoppá, hát itt nincs békességem. Nincs vigasztalása, nem találom vigasztalás forrását. Elveszítettem az életem célját és értelmét, pedig bőségem van, oda tudom tenni, van otthonom, van ruhám, van ennivalóm, van családom, de valami nagyon hiányzik, pontosabban valaki nagyon hiányzik. És ebben a helyzetben jusson eszünkbe, amit Jézus mond, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úr ajkáról származik. És így munkálkodik az élő, a feltámadott, hogy királya lehessen az életemnek, ura, vezetője. Milyen nagyszerű dolog az, hogyha a felsőbbségre gondolva imádkozunk mindig, a felsőbbségért, akit Isten adott azért, hogy felelősen vezessen, kormányozzon, irányítson. Ugye Pilátus azt mondja Jézusnak, hogy
Hát te így válaszolsz nekem? Mondja, hatalmam lenne arra, hogy szabadon bocsássalak, és hatalmam arra, hogy elenges, és hogy megfeszítesselek. Erre Jézus azt mondja neki, semmi hatalmad nem lenne, ha felülről nem kaptad volna. Semmi. A hatalom a kezedben onnan fentről adatott, de nem mindegy, hogyan használod. És ez kicsiben, nagyban így van. Családfőként, apaként, szülőként, munkahelyi közösségben, főnökként, beosztottal való viszonyban, bármilyen szinten az életben. De ott, ahol az élő Úr az, aki uralma alá vehette az életemet. A királyok királya, az uraknak ura, az élő és feltámadott Jézus Krisztus. Ott helyre áll az élet, és ott megalázom magam az Isten előtt. Lehajtom fejem, és kérem vezetését, útmutatását. Milyen nagyszerű dolog az, hogyha a húsvéti örömüzenet így tölti be a szívemet, így tölt be örömmel, és hirdetem, nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki nincsen. Rajtad kívül feltámadott élő Uram Jézus Krisztus, aki az én életemet is az örök életre, a veled való örök közösségre akarod megőrizni és megtartani és vezetni. Rajtad kívül senki más nincs, aki ezt el tudja végezni. De mert ezt el tudod végezni, ezért már oszlik is a szívemből a félelem, az aggodalom és a rettegés, a halálfélelem és a kétség, a bizonytalanság. És betört az öröm, hogy a tiéd vagyok, tiéd az életem. És oda teszem a te kezedbe hálával, hálás szívvel, és azt mondom, Uram, nem félek, vezess, irányítsd lépteimet, és mutasd meg jelenlétedet az életemben, és add, hogy egykor együtt lehessek azokkal, akik már előre mentek a te nevedben, és ott vannak, oda át az Isten szín előtt. Testvéreim, ezért mi keresztjének nem úgy gyászolunk, mint akiknek nincs reménysége. Nem. Mi nem úgy gyászolunk, hogy egyszerűen visszafele tekintünk, hálával tekintünk vissza is, amikor lezárul egy élet. De merünk előre tekinteni. Hisszük azt, hogy Isten országának ajtaja vár, nyitva. Azokat, akik az élő feltámadott Krisztussal járják életük útját. És őket nem szakíthatja el, soha az Isten szeretetétől, semmilyen hatalom, még a halál sem. Testvéreim, hadd szülessék meg szívünkben az Istennek a csodája folytán, a feltámadott Jézus munkája a Szentlélek ajándéka révén, a hálaadó ének, a húsvéti ének, az örömtől zengő ének. És dicsérjük az Urat az ő győzelméért, hatalmáért, magasztaljuk őt, és így megújul az életünk, és áldottá lesz az életünk. Másokat is megerősítő, megbátorító, megvigasztaló, imádságban másokat is Isten szín elé vívő és hordozó, és a szeretetben meggazdagító. Isten így áldja meg mindannyiunk életét, és kérjük, jöjj velünk, feltámadott, élő Úr, ami Urunk Jézusunk, és kísérd lépteinket mindvégig, még a célba nem érkezünk. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, azért az örömhírért, hogy Jézus, ami megváltónk, feltámadt és él. Teremts minket újjá szent lelkeddel, űzd ki belőlünk a halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével, az élő Úr Jézus Krisztus által. Amen. Oh.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az evangélikus élet krónika kiadványa ünnepi száma az istentisztelet után megvásárolható. Az istentiszteletet követően majd az Úr asztala megterítve várja mindazokat, akik az ő szent testének és vérének közösségére vágyodnak. Az úrvacsorai liturgiában a 12-es számú liturgiát fogjuk majd énekelni. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük el minden halandók útján Tóth Lambertné született Hanusz Margit testvérünket, akit 90 éves korában, valamint Petróci Andrásné született Ritec Katalin testvérünket, akit 95 éves korában hívott haza Urunk földi hosszú vándorútjáról. A záró oltári imádságunkban emlékezünk meg elhunyt testvéreinkről, és kérjük Urunk vigasztalását gyászoló szeretteikre. A feltámadott élő Jézus Krisztus legyen gyászoló és emlékező testvéreinkkel. Emlékeznek a mai istentiszteleten szintén egyik testvérünk 3 esztendővel ezelőtt elhunyt édesanyjára emlékezik. A másik testvérünk pedig 1 évvel ezelőtt elhunyt édesapára, szeretteivel, gyászoló családjával együtt. Mind a gyászoló, most frissebeket hordozó, mind emlékező testvéreinket, Urunk vigasztalása, az örök élet és a feltámadás reménységének drága, bátorító, evangéliumi üzenete erősítsen maga az élő Jézus az ő jelenlétével. Szeretettel hirdetem, hogy adományok érkeztek az Úr oltárára, elhunyt szeretteik emlékére, testvéreink, egyszer 30 ezer, egyszer 20 ezer forintot adományoztak. Ugyancsak az Úr oltárára, Isten dicsőségére, Isten iránti hálából adomány érkezett még egyszer 20 ezer forint, kétszer 10 ezer forint és kétszer 5 ezer forint. Az Úristen áldása legyen az adakozókon és a megadományozott gyülekezeten. Holnap húsvét második ünnepén délelőtt 10 órakor ugyancsak úrvacsorai istentiszteleti közösségben leszünk együtt. Az Úr áldása kísérje a holnapi találkozásunkat és a holnapi ünneplésünket is. Szeretettel felhívom a testvérek figyelmét arra, hogy április 16-án egy új kezdeményezésre, úgynevezett ökumenikus imasétát tervezünk, zarándoklatot a városon belül. Tehát ez szombati napon lesz, április 16-án, amikor a terveink szerint reggel 8 órakor itt a templomunkban gyülekezünk, és más keresztény felekezethez tartozó testvéreink is templomaikban gyülekeznek, majd együtt indulnak menetben, énekelve az úton, a városban, a központ felé, a főtér felé, ahol együtt leszünk imádságban és énekben keresztény testvéreinkkel. És az imaséta során egy-egy állomás kapcsán imádkozunk a városban vezetőinkért, a város lakóiért, imádkozunk a magyarságért, magyar testvéreinkért határon innen és túl, a békességért, imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, az elesettekért, a fiatalokért, a gyülekezetekért, Isten népéért. És azután pedig egész délután folyamán a csónakázó tóhoz érkezve együtt töltjük a délutánt keresztény testvéreink közösségében, közös ebéddel és egymásnak szolgálattal, bizonyságtétellel, ami Urunkkal való örömben és közösségben. Isten áldása legyen ezen a kezdeményezésen, és reménységünk szerint sokan meghallják a hívást, és átélik majd ennek a találkozásnak, ennek az imádságnak csodálatos ajándékát, és hiszem, hogy az Úr meg fogja áldani ezt a kezdeményezést. Hirdetem, hogy most a hirdetést követően 40 éves házassági évfordulójokhoz érkezve áldásban részesülnek Németh Lajos és Kovács Erzsébet testvéreink, majd ezt követően pedig az énekkar szolgálata következik. A záró áldást követően majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt is el fogjuk énekelni. Most a megkezdett énekünknek az utolsó verszakát fogjuk énekelni,
Isten áldását kívánom a húsvét ünnepre az egész gyülekezetnek, a feltámadott élő Jézus Krisztussal való örömteli közösségben. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most, és mind örökké. Amen. Kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem te hozzád, Istenem. Mert te vagy az én Istenem, téged kereslek, téged szomjaz a lelkem. Felé súvárog a testem, mint vízszíján a szomjas sivatag. Mert kegyelmed jobb az életnél is. Hadd dicsérjen ajkam téged. Értem, fogytáig áldalak téged. Kezeimet a te nevedben emelem imára. Mert te voltál segítségem, és szárnyaid árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, felemel engem a te jobbod. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mind örökkön, örökké. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk néked, Urunk, mindazért a jóért, amelyet rajtunk cselekedtél. Te áldottad meg munkánkat, és te adtál nekünk mindennapi kenyeret. Te tettél ránk keresztet, hogy megalázkodjunk előtted, és te adtál nekünk örömöt, hogy magasztaljunk téged. Bizony kisebbek vagyunk minden jó téteményednél. Áldott legyen érte a te neved örökké. Köszönjük, hogy megtartottál minket, hogy egymást támogatva, szeretetben és hűségben járhatunk. Köszönjük, hogy megáldottad az életünket gyermekeinkkel, megáldottad unokáinkkal, megáldottad két kezünk munkáját. Kérünk, Atyád, áld meg minket ezután is. Adj erőt a szenvedésben, és üdíts fel minket békességeddel. Készíts fel szent lelkeddel utolsó óránkra, hogy megbékélten térhessünk örök országodba, s a megdicsőültek seregében színről színre láthassunk téged, ami Urunk Jézus Krisztus által. Testvéreim, elmondhatjátok azt, az Úristennek drága üzenetéből merítve, Sámuel első könyvéből, a 7. fejezet 12. verséből. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. És elmondhatjátok a Zsoltárossal, a 103. Zsoltár első két versével. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. A mindenható Isten, aki végtelen irgalmával hordozott mindenünk benneteket, oltalmazzon és áldjon meg ezután is titeket. Adja néked szent lelkét, hogy az ő gyermekeiként szeretetben, békességben és boldogságban éljetek. A hitben megálljatok, egykor pedig elvedétek az örök élet koronáját az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Menjetek immár békességgel és örömmel. Az Úr legyen veletek.
Bensi ő, oldából.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te a békesség fejedelmeként tértél vissza a holtak birodalmából. Feltámadásod erejével békéltess meg minket is, mennyei atyáddal, és add, hogy ujjongó lélekkel vihessük elé kéréseinket. Urunk Istenünk, add, hogy földi életünk véges voltát az örök élet reménységével tudjuk elfogadni, atyai kezedből. Csendesíts el szívünkben minden lázadó indulatot, és töltsd be minket húsvét örömével. Könyörgünk, Urunk, egyházadért. Add, hogy hiteles tanúja legyen a bűn és a halál fölötti győzelmednek, és minden nép meghallja az örök élet evangéliumát. Könyörgünk mindazokért, akiket hitükért és az igazságért üldöznek, azokért a testvéreinkért, akik testükben szenvedésedet hordozzák, azokért a keresztény testvéreinkért, akik napjainkban mártíromságot is vállalnak, életüket is készek oda tenni a te atyai kezedbe, és nem tagadnak meg téged, nem rettennek meg az erőszak tapasztalata láttán, hanem megmaradnak benned való élő hitben és bizodalomban. Kérünk, Urunk Istenünk, te légy azokkal, akikre bíztad a vezetés, a kormányzás felelősségét, akiknek hatalmat adtál arra, hogy a világ békességéért munkálkodjanak. Kérünk, adj nekik felülről bölcsességet és alázatot, hogy így szolgáljanak ebben a világban és az emberiség javát munkáját. Fogd le azok kezét, akik mások életére törnek. Urunk Istenünk, te látod a terjedő erőszakot, a gyűlöletet, a terrort, ártalmatlan életeknek a kihunyását másoknak a kegyetlensége következményeként. Urunk, kérünk, fékezd meg ezt a gonosz erőt, és adj békességet. Könyörgünk, te légy azokkal a testvéreinkkel, akik ezekben a napokban a terror áldozataiként saját szerettüket gyászolják, és ott állnak értetlenül a történtek fölött. Adj szívükbe a te reménységedet, a te tőled kapott vigasztalást, mert amit átélnek, az emberi erővel nem lehet feldolgozni. Arra csak a te irgalmad, a te hordozó, vigasztaló jelenléted elé. Kérünk, Urunk, elevenítsd meg az emberi önzés következtében halódó természetünket, és add, Urunk, hogy valóban szívünk és lelkünk megtérve hozzád találjon, reáttaláljon, új életet kapjunk. Könyörgünk, Urunk, betegeinkért, könyörgünk az orvosokért, ápolókért, akik az ünnepek során is ott állnak a betegek mellett, és enyhíteni igyekeznek a fájdalmukat, a szenvedésüket, törlik könnyeiket, és ápolják, gondozzák őket. Urunk, imádkozunk a szenvedőkért, aggódó hozzátartozókért, és most különösképpen is imádkozunk gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten kísérték el az édesanyát, a nagyanyát, a dédmamát, a hozzátartozót, de azzal a reménységgel, ahogy látták életükben a veled való élő kapcsolatot és közösséget, azzal a bizonyossággal, hogy ők te hozzád érkeztek, hazaértek a te országodba. Kérünk, Urunk Istenünk, add szívükbe testvéreinknek a gyászban ezt a bátorító, vigasztaló, drága üzenetet, és attól, hogy hálával áldják azok urat, azért, hogy hosszú évtizedeken keresztül együtt lehetett velük szerettük. Kérünk, add a testvéreknek a szívébe a feltámadás, az örök élet drága reménységét. Így őrizd meg azokat a testvéreinket is a veled való kapcsolatban, akik az elmúlt évben kísérték el szerettüket, vagy 3 évvel ezelőtt. Kérünk ad, hogy le tudják tenni a te atyai kezedbe őt és önmagukat is, s tőled kérjenek útmutatást, igéd világossága szent lelked vezetése által. Urunk, őrizd meg minket minden kétségbeeséstől, és ad, hogy keresztet titkát megértve föltámadásokból naponta erőt meríthessünk. Kérünk ad, hogy a szeretetben meg ne gyengüljünk,
hogy egymás testét komolyan vegyük, egymás életét a te ajándékaidként vegyük. És hogy lássuk meg, hogy a mi testünk is a Szentlélek temploma, add, hogy te lakozzál benne a te irgalmad, a te alázatod, a te lelkületed, a te szereteted. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Föltámadott Úr Jézus Krisztus, légy mellettünk, amikor kétség és félelem gyötör. Juttasd eszünkbe, hogy nálad vannak a halál és a pokol kulcsai, s előttünk is megnyitottad az örök életre vívő utat. Végső óránkon részesíts kegyelmedben, s emlékezzél meg rólunk is, amikor eljössz országodba te, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz, és uralkodol örökkön örökké, s akinek nevében együtt még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Már vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád, és adjon te néked békességet. Thank you.
mindenható örök Isten, aki szeretett fiadat, üdvözítőt küldett hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen. Csendesíts el minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szent lelked által szólj a mi lelkiismeretünkhöz. Láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket, és elválaszt őket. Mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, s te magad munkáld bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldással legyen számunkra. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után mindazok, akik az Úr szent testének és vérének közösségére vágyódnak, felállva feleljenek a gyónási kérdésre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallod. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánod. Megbocsátottál mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottál. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezel. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszed. Legyen nékünk, ami hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk fennhangon a bűnvaló imádságban. Vallom előtte, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békértetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok, és örüljetek bűnbánunk, és Krisztusban reménykedő híven, Isten megbocsátotta a bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked mindenható Atyán. S örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, s újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Köszönjük.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te hatalmad. Elítéled a bűn, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, s megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te neked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, s örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk Jézus szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorán, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nékik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjárt. E pohár az új szövetség, az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik. Bűneitek bocsánatára adatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyi szereszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön örökké. Amen. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Ámen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, jöjjetek testvéreim, íme minden kész, az Úr asztala megterítve vár bennünket. Thank you.
hálát az Úrnak. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségébe. Kérjük, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzá, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Már vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.